És ez itt már valóban a Start Plus, ahol Somos András felvezette, egy kicsit békésebb vizekre evezünk a sok politika, meg járványügy után, a művészetekkel is foglalkozunk egy kicsit. Egy igazi szenzációval. 100 év után először láthatja a magyar közönség Tihanyi Lajos most aukcióra kerülő festményét. Vendégünk itt a stúdióban Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem is tudom, hogy mivel kezdjük, magával a képpel, vagy Tihanyi Lajossal? Kezdjük Tihanyi Lajossal, a festő. Három történet? De összefügg kezdjük valószínűleg. Kezdjük akkor. A festő és a Korda család, ahonnan a kép száraz, a híres Korda család. Kezdjük a festővel. Aki nem ismeri Tihanyi Lajost, hát, mit kell tudni róla? Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Összesen három olyan festő van, akinek a művei 200 millió forint fölött keltek el árverésen Magyarországon. Kettőt könnyű kitalálni, a Csontvár és Munkács, és a harmadik pedig Tihanyi Lajos. Tehát ő az az egyetlen modernista ebben a triumvirátusban, aki ezt az összeget megugrotta. És hogy ő a legdrágább modernista festő. Nem annyira közszott és ismert a napi közbeszédben, mint a másik két óriás, de ő a legmagasabb szintre kvalifikált magyar modern. Ugye az Akstúdium nevű című képről beszélünk, amit talán meg is tudunk mutatni, mindjárt fogjuk látni. Picit erről beszélünk részletesebben, hogy mi ennek az a különleges. Az Akstúdium egy különleges sorsú kép, ugye 1918-ban állította ki Magyarországon, ugye az élete másik felét emigrációban töltötte, de a képet mindig magával vitte, soha nem vált meg tőle. Ugye ez a kép ki volt állítva Bécsben, többször Németországban, Dresdában, Berlinben, ki volt állítva Párizsban és New Yorkban, a Brooklyn Múzeumban. Tehát egész életében magával vitte a képet. Tehát az egyik, annak a top 12-nek, ami számára legfontosabb volt ez az egyik darabja. És hát a legfontosabb, hogy mutatjuk a másik képet, ez egy csodálatos történet, hogy ugye amikor a Korda család elküldte hozzánk a kép egy papírral, ahogy illik, le volt ragasztva, és maradjunk ennél a festménynél, és ugye akkor kíváncsian megfogtuk a képet, és elkezdtük lehúzni a papírt, hát ha valami adat, egy múzeumi cédula van rajta, és előkerült egy női portré. Jó, és ugye erről a papíron volt belül rajta? Nem, ez egy fa, egy deklire van festve, és ugye az egyik oldalon volt amit ismert oldalon volt az akt, és a hátoldalról előkerült ez a gyönyörű női portré. Ez meglepetés volt. Hát ez egy óriási meglepetés, már csak azért is, mert a Tihanyi Lajost elsősorban portrét, őt tartjuk a legmarkánsabb magyar portréfestőnek. Tehát az, hogy a semmiből előkerül egy ismeretlen Tihanyi portré, az egy ünnep a magyar kultúrában. És hát hadd mondjak erről, mert ez egy izgalmas dolog. Mi az első kérdés? Ki az a hölgy, aki a képen van? Például. A Tihanyi regisztereket vezetett minden képéről, hol festette, és kinek, melyik évben és kinek adta el. Ugye, és megtaláltuk ezt a képet a regiszterben, Zimmermann Böske áthúzva, és odaírva egy női portré, ugye, és ez a nagy talány, és keressük tulajdonképpen a hölgyet, akiről a portrét festette, és hát kicsit bulvárosan azt mondhatnám, hogy szerintem itt két történet lebeghet a háttérbe, ugye, hogy udvarol egy festő. Lefesti azt, akivel kapcsolatba akar lépni. Aztán amikor csalódik, kikerült. Az egyik magyarázat nagyon jó rácsapintott. Tehát az egyik, hogy ugye csalódik, és akkor már nincs Zimmermann Böske, hanem egy női portré. A másik magyarázat, hogy nem csalódik, de valakit megfestett a környezetében, akit sokan ismernek, és akkor ezt a festményt kell rejteni, akkor ez egy anonim női portré lesz, akkor ezt letakarjuk egy papírral. Lehet, hogy egy férjes asszonyról van szó, ugye, akit nehéz helyzetbe hozhatott. István említette a Korda családot. Mi köze a Korda családnak? Ez azt még mondja el, mert ugye nem fontos. Biztos, hogy mindenki tudja, hogy miért is jön most ide ez a kép. A Korda családot remélem tudja. Tehát ők a két háború közti úgymond magyar-angol filmművészetnek a legendás személyiség, középen Sándor, akit Angliában
Sir Alexander Kordának ismernek, két oldalt a testvére. Tehát amit tudni kell róluk, hogy Kolozsvár, Budapest, Bécs, Berlin, Párizs, Hollywood, tehát mindenütt voltak stúdióik, mindenütt forgattak, amitől róluk igazán híresek lettek, van, ugye, az, hogy ők teremtették meg a, gyakorlatilag az angol filmgyártást, a Bagdadi tolvaj, a 8. Henrik magánélet, a dzsungel, ezek legendás könyvek, Oscar díj, tehát az, hogy valakit ugye egy bevándorlót lovaggá ütnek, az valamit jelent. És Tihanyi Lajos hogy jön a képbe? Ők barátok voltak? Ők barátok voltak. A Tihanyi Lajos egy sérült, fogyatékos ember volt, nem tudott, süket volt, és ennek megfelelően rosszul artikulált. Élt Párizsban egy emigrációban, hogy egy nagyon zárkózott, elszigetelt ember volt. Na, az nagyon fontos kép. Ez Tihanyi Lajos a stúdióban, és fölötte ott a falon az akt. Tehát, hogy ott van a stúdióban a legfontosabb helyen, tehát, hogy a állandóan környezetében akarta tudni az aktot. És valamilyen módon, ugye ő nagy filmrajongó volt, valamilyen módon kapcsolatba került a Korda családdal, akivel egy baráti és mecénási viszonyba került. Tehát a világ legnagyobb Tihanyi gyűjteménye az a Korda testvéreknél volt. És van még egy nagyon fontos kép, hogyha azt utolsónak még talán, bár már túl vagyunk, az időnkre, pedig estig hallgatnánk a sztorikat. Hát körülbelül estig hallgatnánk. Ezt mondjam még el, ez David Korda, Korda Zoltán fia. Nem találják ki, hogy mi a foglalkozása, filmproducer természetesen, és ő itt a képpel egy pár évvel ezelőtt, tehát ez ugye ez egy fontos dokumentum. Nagyon-nagyon köszönjük, és tényleg érdekes hallgatni, még sokáig tenni, remek de mára ennyi jutott. Köszönjük, és várjuk legközelebb. Köszönöm. Köszönjük.